Jézus azt mondta neki, én vagyok az élet kenyere. Aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. Aki adja a kenyeret, az adja az életet. Idén is ökumenikus kenyér szenteléssel egybekötött szentmisét tartottak Bátaszéken a katolikus templomban, augusztus 20-án az államalapítás ünnepén. Már hosszú évek óta hagyomány, hogy a Bátaszéki katolikus templomban egy szentmise keretében emlékezünk meg államalapító királyunkról, Szent Istvánról és az új kenyér ünnepéről. És néhány éve egészítettük ki ezt a hagyományt azzal, hogy a kenyér szentelés már ökumenikus formában történik. Azt gondoljuk, hogy ezzel is az összetartozásunkat próbáljuk szimbolizálni, hiszen magyarságunk, illetve nemzetünk 1000 éves történelmét talán annak is köszönheti, hogy még a nehéz időkben is össze tudtunk fogni, egységesek tudtunk lenni. Igaz, mint minden családban néha voltak perpatvarok, de azt gondolom, hogy pont ez erősíti meg a magyarságunkat, hogy nehéz időkben tudunk egységesek lenni. Mai korban is talán ez a legnagyobb felelősségünk, hogy ezt a kettészakított vagy sokfelé szakított nemzetet próbáljuk egységessé tenni, próbáljuk az értékeket úgy közvetíteni, hogy azok ne megosszák, hanem egységesítsék a magyar nemzetet. Bátran tekintünk a jövő felé, bátorságot merítünk Szent István példájáról, hogy bennünk is ott legyen a szilárd jövő felé való tekintés, a jelenben való építés. Akkor elmondhatjuk, hogy egy újabb 1000 évben gondolkodunk, ahol a nem szent valós keresztény krisztusi alapokra akar építeni. A krisztusi alapok pedig előttünk állnak. A város vezetője beszédében az államalapító örökérvényű üzenetére, a nemzetben gondolkodás fontosságára hívta fel az egybegyűltek figyelmét. Szent István üzenetét hoztam el, mint minden évben ezen a napon is, hiszen ez az üzenet 1000 év óta is nagyon aktuális. Szent István mindig egy egészben gondolkodott, egy nemzetben gondolkodott. Döntéseiben, cselekedeteiben a jövő nemzedékének próbált alapokat teremteni. Azt gondolom, hogy nekünk is ez a feladatunk. Biztos, hogy sokkal nehezebb, hiszen a mai élő embernek most kell minden is szinte azonnal. De ezen kell egy kicsit túllépni, és ezen kell olyan ötletekkel, gondolatokkal az embereket átsegíteni, hogy ne csak magukra gondoljanak, ne csak a mára gondoljanak, hanem döntéseikben próbálják belefoglalni, hogy a jövő nemzedékének is most alapozzuk meg az életét, most alapozzuk meg a lehetőségeit, és ha ennek szellemében tudunk dolgozni, akkor valóban 1000 év múlva is lesz magyar szó a Kárpát-medencében. Az idei nemzeti ünnep talán még különlegesebben telt a járványhelyzet miatt, a csökkentett szigorításoknak köszönhetően azonban teljesen megtelt a Nagy Boldogasszony templom. Egy speciális állapotban kell ezt az ünnepet megéljük, hiszen szinte azt lehet mondani, hogy ez első nemzeti ünnepünk, ahol nyitottan és hát ha nem is félelemtől mentesen, de együtt tudunk lenni. Fel kell készüljünk arra, hogy talán ez az időszak el fog még húzódni egy kis ideig, de azt gondolom, hogy ha kellő módon és kellő óvatossággal kezeljük ezt a helyzetet, akkor erre berendezkedve a mindennapi életünket megfelelő módon tudjuk majd élni a jövőben is. Melyik őtök ad fiának követ, amikor az kenyeret kér tőle? Vagy ha halad kér, ki ad neki kígyó? Ha tehát ti már gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeinek, hogy mennyivel inkább a jót, aki mennyi adjátok azoknak, akik kéri. Áldott légy Urunk Istenünk, Atyám, aki az eget és a földet alkotta. Minden, ami kenyerünkben gondoskodó szereteted jelét, családi asszonyunk legfontosabb eledelét adtad nekünk. Terjeszt ki karodat, és áldasz áldásodat erre a kenyérre, amelyet Szent István királyunk országunk fővédő szentjének ünnepén osztunk most elé. És add meg táplálékunk a földkerekségen élő minden gyermekeknek a mindennapi eledet és örök életre szóló szent igényet,
Krisztus a mi Urunk által. Az ünnepség elmaradhatatlan része a kenyéráldás. A nemzeti színű szalaggal átkötött, frissen sütött kenyeret először ünnepélyesen megszentelték, megszegték, majd darabjait szétosztották.